A felmérések évről évre azt támasztják alá, hogy a gyógyszerek és a vitaminok a legnépszerűbb termékek között szerepelnek az online kereskedelemben. Éppen ezt az előkelő adatot használják ki azok a csalók, akik a világhálón hamis termékekkel próbálják rávenni az embereket a gyógyszervásárlásra. Legutóbb a Magyar Kardiológusok Társasága figyelmeztetett néhány olyan termékre, amelyet úgy hirdettek a világhálón, hogy örökre megszünteti a szív- és érrendszeri, valamint a magas vérnyomás problémákat. Nagy Zsombor gyógyszerész televíziónknak elmondta, a gyógyszerforgalmazás szigorú feltételekhez van kötve hazánkban. A jelenlegi törvényi szabályzás alapján Magyarországon csak közforgalmú gyógyszertárak forgalmazhatnak gyógyszert, így ilyen gyógyszereket az interneten keresztül is csak közforgalmú gyógyszertárakból lehet megvásárolni. Fontos kitérni, hogy vannak olyan készítmények, amelyek vénykötelesek, ezeket nem lehet interneten kiváltani, ezek a különböző betegségek kezelésére szolgálnak. Fontos tudni, hogy ezek a gyógyszerek azért vénykötelesek, mert erősebb a hatásuk, ezáltal fognak jobb eredményt elérni a gyógyszeres terápiákban. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy mindenki nézzen utána pontosan az internetes oldal valódiságának, a termék nevének és eredetének. Az illegális internetes gyógyszerforgalmazás egyik legnagyobb veszélye, hogy a megrendelt gyógyszer helyett hamis terméket kapunk, mely jobb esetben hatástalan, rosszabb esetben pedig egészségre ártalmas is lehet. A legnagyobb probléma az internetes és a beszerzéssel, illetve a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban, hogy nem lehet nyomon követni, hogy honnan származnak, milyen szennyeződések vannak benne, van-e benne egyáltalán hatóanyag. Ezeknek egy része Távol-Keletről kerülhet az országba, nem ismert csatornán keresztül, hogyha bármilyen probléma adódik a gyógyszerrel, akkor nem tudunk hova fordulni, és nem tudjuk, hogy mi okozhatta a problémát. Előfordulhat akár, hogy bizonyos esetekben nem, hogy javulna a beteg állapot, hanem még romlik ezeknek a készítmények a hatására, és lehet, hogy visszafordíthatatlan károsodásokat okozhat. A világháló megvásárolható termékként tartják számon a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményeket, valamint azokat az étrend kiegészítőket, amelyek gyógynövényboltban is beszerezhetők. Érdemes azonban ezeket a termékeket is előre leellenőrizni, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet ugyanis minden forgalmazható terméket feltüntet a honlapján.